Informatika és vers. Sokan úgy vélik, hogy az informatika ott jön be a képbe, hogy a versek felkerülnek az internetre. Az informatikus szó hallatán nem éppen humán beállítottságú ember jut eszünkbe. A következő 10 percben arról lesz szó, hogy ez nem ilyen egyszerű. Beszélgető társam informatikus, mégis verseket ír. Lehetséges ez? Az informatikusok mégsem kockák. Takács Ákossal beszélgetve megtudhatjuk, hogy az informatikus igenis ember. Vannak gondolatai, érzései, és alkalomattán még verseket is ír. Idő. Idő, hova szaladsz? Hova olyan sietve? És miért toborogsz, ha más pedig sietne? Mondd, miért küzdesz? Miért mindig ellenünk? Néha üstökös vagy, csak csóvát lát szemünk. De állj, csak egy percre, ó, beszélgess velem. Ha vissza nem is fordulsz, ragad meg kezem. Kérlek, vigyél magaddal, s nem ellenkezem. Idő, hallasz még? Egy percet karodban alhatnék? Nem. Még néma vagy, és múlsz mindig sebesen. Tapaszt vagy elfeledett, nem volt sebeken. És a többi? Mondd, az mind mégis hol marad? De nem szól, csak nevet az idő és szalad. Na várj, én felveszem a kesztyűt és futok. Röccsen a sár előttem, arcomon szutyog, és az idő megáll, de én már nem tudok. Idő, mondd, miért tetted? Én bevárlak és karomba fektetlek. Idő, bárki szeretnék belőled végleg, de kell lesz még, hiányzol, remélem érted. Ó, te relatív, ám bár abszolút valós. Mi vagyok nélküled? Egy hajótlan hajós. Hát jó, valahogy majd csak így is megleszek. Összeszedem magam, mély levegőt veszek, s ha nincs hajó, hát akkor tutajjal megyek. Idő, mondd, emlékszel még reám? Próbállak feledni, fejben ringatlak ám. Első hallásra, hogy egy programozó informatikus szereti a verseket, manapság meglepő. De hogy ír is verset, ez főleg. Pedig nem kellene, hogy meglepődjünk, hiszen valószínűleg egy informatikus is ember, így természetesnek vehetnénk, hogy fogékony a szépre és igényli is azt. Te erről hogyan gondolkodsz? Hogy látod ezt? Szerintem nem igaz az, hogy a programozó informatikus annyira távol állna a művészettől vagy a versektől. Sőt, igazából a programozás is egyfajta művészet, ha úgy vesszük, egy ilyen alkotási folyamat, és szerintem ezért is szeretem egyszerre a programozást is, és a versírást is. Mind a kettőben alkotok a semmiből valami újat. Ismersz még olyanokat, akik hasonló területtel foglalkoznak, de közben verselnek is? Van több olyan ismerősöm is, aki informatikus, és vagy zenét szerez, vagy zenéhez ír szöveget, vagy csak zenél, tehát szerintem ezek közel állnak egymáshoz, ezek a területek. Manapság bizonyos körökben bizonyos korosztályok úgymond szégyellik, ha versekről kell beszélni. Szerinted így van ez? Lehet, nem tudom. Én sosem szégyeltem a versekről beszélni. Volt idő, amikor nem tettem közzé azt, hogy én írok, mert akkoriban azt gondoltam, hogy ez tényleg egy ilyen ciki dolog. De magát a verseket megszerettem, megtanulni szerettem, könnyen is szavaltam, hogyha arról volt szó. Egy idő után pedig már ez sem zavart engem, hogy megtudják, hogy írok is. Elég fiatal ember vagy, míg életed elején jársz, és mikor jött ez a verselhetnék? Téged hogyan kapott el a sodrás? Mikor kezdtél verseket írni? Talán, hogy 12 éves korom körül kezdtem el írni. Talán kicsit előbb is, de hát azok még olyanok voltak, hogy azokat még versnek sem nevezném igazából. És hát, hogy mik hatottak rám, főként a család, meg a nehézségek, amik adódtak. És mivel nem nagyon volt olyan, akivel úgy gondoltam, hogy meg tudom ezeket beszélni, inkább kiírtam magamból. És ahogy kiírtam magamból, az úgy megkönnyebbülést is okozott.
Mondanál valamit arról, hogy hol lehet olvasni a verseidet? Informatikusként valószínűleg nem okoz gondot, hogy megjelenj a weben. Esetleg papíron is elképzelhető, hogy találkozhatunk majd veled? Előfordul papíron is. Volt a PTN-nek az egyik újságában egy szám, amiben megjelent néhány versem is, de a rimelek.hu a weboldalom, ami viszont minden vers és egyéb írásaim is elérhetők. Ez egy komplet weboldal? Tehát itt minden fönt van, vagy csak irogatsz ide, és fölteszed, leveszed, vagy ezek itt állandó tárhelyen vannak? Igen, hát ami oda fölkerül, az minden olyan, amit én írtam, tehát mástól ott nem is nagyon idézek. Vannak ott gondolatok, vagy versek, vagy programok akár. Hát ami oda fölkerül, az ott is marad. Mikor írsz? Programozás közben nem lehet túl egyszerű. Ez azon kívül, hogy egyfajta kifejezési forma, belső kényszer is nálad, ezt az előbb mondtad. Azt mondják, hogy a versek gyógyítanak is, ha bánatunk van, vagy bármilyen feszültségünk, akkor tényleg segít az írás? Nekem legalábbis segített. Úgyhogy ez volt az ösztönző erő, ami miatt írni kezdtem. Ma is így van még, csak most már ritkábban fordul elő az írás. Nincs rá időd, vagy már kevesebb a bánatod? Nincs rá időm főként, de igyekszem kevesebbet is gondolni a bánatra, és ha írok, akkor inkább valami más jellegű témáról, vidámabbról, vagy bármi másról, ami nem valami bánatos, szomorú dolog. Kik hatottak rád? Kik a kedvenc költőid? De nyilván én is tanultam Petőfitől, Aditól, akár Kosztolányi Dezsőtől, valószínűleg ők is hatottak rám akkoriba. Később már nem nagyon olvastam a nagy költőinktől verset, inkább csak mondjuk kortársaktól, más fiatalabb korosztályba tartozó kezdőíróktól. Őket éreztem még úgy, hogy úgy igazán szívből írnak, ha nem is annyira profin, de egy idő után az ember már, amikor nagyon belejön az írásba, nagyon profi kezd úgymond lenni, akkor én kezdem azt érezni, már nem is annyira őszinte, és inkább megpróbálja minél inkább meghatni az olvasót, és már háttérbe szorul az, hogy ő igazából mit is gondolt, mit érez. Pedig hát ez lenne a lényege a versnek. Miért ajánlanád a hallgatóknak, hogy e rohanó világban álljanak meg egy-egy vers erejéig? Ha nem is írnak, de legalább olvassanak verseket is, ne csak prózát. Szerintem a versek is elgondolkodtatnak, nyilván a prózák is, de a versnek gyakran van egyfajta dallama, mintha zenét hallgatnánk. Engem is például a zene szokott sokszor megihletni, és sokszor felismerhetjük benne akár saját magunkat is. Olyan dolgokról írnak mások, amit mi is gondoltunk, mi is éreztünk, de mégsem ismertük fel. Van saját kedvenced? Elmondanád? Felolvasnád nekünk? Igen, egy olyan verset olvasnék fel, ami arról szól, hogy mennyire fontosabb a versnek a mondani valója és az őszintessége, mint az, hogy minden áron meghassuk el az olvasókat. És a címe a Költőfakír, amit 2014. februárjában írtam. Költőfakír. Szeretet, béke, boldogság. Szavakba szorul, és az orvosság kell ide, hiányzik. Merre lehet? Toborzok érte akár sereget, ami jön, ami üt, ami vág, ha kell. Szavaival tüntetőket tüntet el. Hol a szív? Mi ez így? Én csak kérdezem. Nem érzelem ezt, csupán csak vérzelem, ami könyörtelen csak hajt előre, és kikerget engem a könnyesőre. Fáj. Szíven talál, ahogy a hólapát. Megkörnyékezi, de sose szúrja át. Valahol hallom, a tintam a folyik alapon. A kalap van a fejen, s nem a fej a kalapon. Írja csak írja, de mégse csak ír. Ott születik meg a költőfakír, ki átsétál parázson, tűben hempereg. Rájöttem végre. Igen, ő kell, nem sereg. Tudom, látom én is. Jelzősen hull a hó. De néhány gondolat belőled volna jó.